Mi történt valami? Loiac attracts the largest crowd of the season, who come to witness a first corner that can both reward and punish those who take risks, with a move around the outside always on the cards. The Joker lap is unusually fast in Loiac, with the timing delta being minimal. Üdvözlök mindenkit újra itt a GameFX Studio csatornán. Egy újabb hét, egy újabb versenyhétvége. Most Franciaországba látogatunk. Ez a 8. verseny a versenynaptárból. Itt is van a francia pályánk, válasszuk ki. Ugye a Supercar sorozatba megyünk, a World Rallycross. Teljes versenyhétvége, jó időtír egyébként. Vég egész hétvégére napos időtír, viszonylag hűvös. Ahhoz képest, hogy nyár van, ilyen 20-25 fok lesz. A nehézség továbbra is maxon lesz, 100%. És Szabó Krisz kocsia. Egyébként az előző hétvége az ugye Kanadában volt, azt meg tudjátok nézni a jobb felső sarokba, hogyha még nem láttátok. Nekem az a pálya nem annyira a kedvencem. Egyébként Szabó Krisznek viszonylag szerencsés volt a hétvégéje. Hát szerencséje az volt. A Q4 utolsó versenyén a többen megforogtak, nagyon kaotikus verseny volt, és amiatt be tudott jönni a top 12-be, így bejutott az elődöntőbe. De sajnos a ritmus annyira nem jött ki jól, mert volt, amikor szerencsés volt, hogy ki tudott a Joker után jönni egy másik versenyző elé, pedig nagyon úgy nézett ki, hogy nem tud majd kijönni. És utána valahogy elrontotta ott a következő kanyarokat, és végül is megelőzte. Nem tudom mi miatt, nem volt meg ott a ritmus, lehet, hogy többet kellene gyakorolnia, még az autóval jobban összeszokni, mert ugye ez az első világbajnoksága, az első éve itt. Egészen biztosan jobb lesz, hogyha majd tud jövőre is menni, és jobban össze tud szokni az autóval. Úgyhogy itt vagyunk ezen a francia versenyhétvégén, ez most szombat vasárnap lesz, ez a 8. futam. A versenynaptárban, tehát már az utolsó harmadához érkeztünk az egész World Rallycross évnek. Ezután még Lettország és Dél-Afrika lesz. Összesen 10 verseny van. Na kezdjünk bele! Use the Joker lap to your advantage. You only need to take it once. If you miss it, you'll get a time penalty. B verseny. Legrosszabb 5. pozícióból indulunk. És kezdésnek nézzük meg a pályát, kívülről jobban látjuk így. Külső nézetből. Mindig olyan sokáig kell várni. Valamennyire ismerem ezt a pályát. Jobban, mint a kanadait. Még korábban mentem rajta pár kört. Ennyit mentem rajta, hogy egyből kicsúsztam. De valamivel jobb pálya. Ott a kanadai hétvégének az élő közvetítésében is sokan írták, hogy az a pálya valamiért nem tetszik nekik, hogy nem olyan jó rallycross pálya. És ezzel én is úgy vagyok, hogy ez valami nem jött be annyira. Egyébként ez a francia hétvége, ez egy fullos hétvége lesz. Mégpedig ha jól tudom, a Európa rallycross és a Super 1006 is lesz, hasonlóan, mint Svédországban. Lőbb. Hát ő már nem megy. 2019-ben. Nem tudjuk elkapni. Nézzük a pályát. Még egy körünk van. Ki is kell menni majd a Jokerre ott. Még az előttünk lévő sem volt kin. Na itt jön a célegyenes. Ez viszonylag gyors kanyar itt. Ez is. 5. És itt egy jó párat vissza kell váltani. És itt most szűken kell, mert itt a Joker. Hoppá, oda köszöntünk a falnak.
2.15 lett. 2.15, 3.71, nézzük mire volt jó. 8. helyre, az jó összesítésbe. Következő Q2, C verseny 3. pozíció. Jó sok Audival. Bakerú, Dextrum. 3 Audi. Na nézzük ezt a javítást, hogy mi van. Bodywork. És ennyi. Nagyon szuperek vagyunk. Csak azt kell. Még ezt a versenyt is letoljuk kívül nézetbe. Egész jól jöttünk el. És letaroltuk az összes bóját itt. Hú, sok egyforma Audi. Ne! Elrottottam. Jól lecsúsztunk. Mindenki elment, mindenki. Hoppá! Jobb befarolt. Azt mondja, hogy érdemes kimenni a Jokerre, hogy üres tér legyen előttünk és tudjunk tempót menni. Lehet, hogy az is lesz. Hogyha nem állítanak keresztbe. Ez ki volt? Hansen. Hát, ez így van a versenyeken is. Nekik elég szerencsétlen volt, hogyha jól emlékszem, a kanadai hétvége. Joker meg volt, nem menjünk ki többször. El kéne kapni valahogy az előttünk lévőket. Utolsó kör. Joker deltája, tehát ez, hogy mennyi időveszteség, egy másodperc alatt van. Elég rövid Joker. Gyors pálya. Kettő. Ez rosszabb volt, mint az előző. Ott a Jokernél, amikor kimentek, kicsit ki is billentettek meg. Hát igen. Ezzel a plusz 2 másodperccel csak a 11. helyre volt jó. 2.15 az hasonlóan 8. helyre lett volna elég. Egy újabb javítás. Most biztos, hogy több minden tört össze. Bodywork és egy kis futómű. Replace. Q3 B verseny első pozíció, végre egy jó hely. Könnyebb elfordulni elsőnek. És menjünk egyet belülről. Így az igazi mégis. Azért ez a pozíció sokat számít. Hogy honnan indulsz. És milyen alul kormányzott tud lenni a kanyarokba. Milyen egy első kerekessel. Eddig jó, tartjuk az első helyet, bár közel volt mögöttünk, kicsit föl is tartottuk őket. Most már elméletileg vissza tudunk jönni az első helyre, Joker után. Kézizgetem itt kanyarok közbe. 5. Hát lehet sok, ez sok. Ennek már jó az 5-ös. Lecsúsztunk. Akkor nem megyünk ki még egy kör. Egy alá is esett. Az előny. Ő sem volt meg kint Jokeren szerencsére. Mármint a második mögöttünk.
sok volt az is, sok. Ez borzasztó kör most. Ez legalább jó volt. ...2.14 az eddigi legjobb, de mégis mennyi hiba volt benne? Sok helyen elrontottunk, 2.10 alá simán be lehet nézni. Ezzel az ötödik hely. A legjobb idő az 2.12.790. Nézzük azt a javítani valót, karosszérien kívül van-e valami más? Nincs. Következik a Q4. Ötödik verseny, ötödik pozíció. Nézzük a rajtot, most távol vagyunk. Jónak tűnik. Elsőnek elfordultunk. Ha elsőnek fordulsz, érdemes kiautózni egy jokernyi előnyt, hogy akkor, amikor kijössz, visszajöjj a többiek elé. Általában, hogyha jól mész, akkor minél több ideig érdemes kimaradni, és mondjuk az utolsóba menni. De mégis kockázatos lehet, hogyha már megvan az előny, akkor minél előbb érdemes kimenni. Miután lehet egy hiba, és utána már nem elég jönné vissza. Beljebb kell, szűkebben. Itt is szűken kell. Nem annyira, hogy ott lekoccoljunk mindent, de szűken kell. De ez egész jó pálya. Svéd is jó volt. Hoppá. Kicsit megint lesodródtunk. Utolsó kör, Jokerre ki kell menni. Padló, így is hozzáértünk. Hátul. És cél. 2.13.7. Még jobb, még egy kicsit jobb idő. Ez az első hely elég jó, Q4-et megnyertük, abszolút. De az előző Q3-ban azért jobb idő volt, tehát egy másodperce jobb idő volt. És hatodik helyen kvalifikáltuk magunkat az elődöntőbe. A legjobb 12. És gyűjtöttünk 11 pontot. Nincsen javítás. Semmi. Se bodywork, semmi. Nagyon szuper. Elődöntő, második elődöntővel megyünk, mégpedig a harmadik helyről. Itt mi történt? Valami össze... Ott repültek darabok. Már rajtnál valaki összetörte a kocsit. Itt ugye 6 körünk van. A legjobb 12, két verseny van. 6 kör és 6-an megyünk. Eddig csak 5-en mentünk. Ez trükkös kanyar, itt szűken kell talán egyet visszaváltani így 5-be, 6-osból. És padló. Itt is jobb, csúsztatva jobb. Megint szűkebb meg kellett volna. Itt van mögöttünk. Sok. Nit is. Na így valahogy. Aha. Hoppá, nagyon behúztuk.
Kis kézi. Már kezd előnyünk lenni, aha, de még kevés. Felén túl vagyunk. Na igen, ott a utolsó kanyarokat kicsit elrontottam. Ott már többen kijöttek Jokerre. Simán utolsókból is lehetnek elsők. A jó ütemben jön ki Jokerre, mondjuk kijön instant, és utána tud üres térbe autózni. És mondjuk elő meg lassúak, hogy föltartják egymást. Lehet belőle első. Hát a Nit is kijött volna. Lehet, hogy meg tudna minket előzni most, ha kicsit feltartom. Utolsó kör, Joker. Szűken, de nem volt jó valami, kicsit csúsztunk. Sokat csúsztunk négy kerékkel. Hoppa. Nagyon visszaesett most is a fordulat, ötödikbe. Nézzük az időt, bár ez... Igen, itt 6 kör volt, nem tudjuk ez így mennyire jó. Körök lemondva kéne megnézni. 3.19, 3.55 lett az időnk. Itt az elődöntőkben az számít, hogy ki volt az első, második és a harmadik helyen. És nem az, hogy kinek volt a két elődöntőt összesítve a legjobb ideje, a legjobb 6 ideje. Tehát lehet, hogy valaki rosszabb idővel jut tovább, mint a másik versenyben, mondjuk a 4., 5., 6. helyezett. A lényeg, hogy tovább jutottunk a döntőben, nézzük, hogy mit kell javítani. Csak bodywork, karosszéria. És elkövetkezett a döntő ideje, 4. pozíció. Na nézzük! Jó start, jobb, mint az előttünk lévőnek, és nem jönnek nekünk, szuper! Sokat számít. Néztem a Kanadába is, hogy mint hogyha a rajt nagyon sokat számított volna, mert szűkebb pálya volt. Nehezebb volt előzni, mint mondjuk ott a svéd hétvégén. Alulkormázott, és kis sodródunk. Egyébként időközben a Dirt Rallyhoz jött a Season 3 és 4. Ez külön megvásárolható. A 3-as az teljesen rally, 4-es pedig Rally Cross. A legelső kiegészítő az egy Subaru Impreza és egy Ford Focus. Azt hiszem, hogy 2001-es mindkettő. Gyanús, hogy pont ez volt benne a Dirt Rally 1-be is. Tehát azokat emelték át, a 4 ajtós Subarut. Kár, hogy nem valamelyik facelift verziót. Te kereklámpásat rakták bele a bagály. Na mindegy is. Igazából a Season 4, tehát a 4. kiegészítő csomagba jön a Rallycrosshoz pár kiegészítő, és benne volt az autók is, szerintem az idei autók. Ne roncsuk el. Többek között az Audi is ott volt, és a matricázást is írták. Tehát lehet, hogy konkrétan
Szabó Krisztiánnak a felmatricázott Audia is benne lesz. ZKS Audi. Ötödik kör, következő körbe Joker. Hogy elbeszélgetünk itt közben? Észre sem veszem, hogy döntő van. Na. Milyen összefűzések vannak itt? És a Joker. Egész jó kijött. Júj! Aha, egész jó kijött, ugye? Ne! Megelőztek, ne! Látjátok? Egy pillanat és vége. És el lehet rodnani. Második hely. De azért mutatott egyet. Jó. Rosszul jött ki a Joker. Ott volt egy... Kimondtam, hogy milyen jó kijött. A bejárat, a kijárat már olyan rossz volt. Kicsit megdobott. Féktáv nem volt jó. Csúsztunk tovább. Neki a falnak. Nem baj, második hely. Nézzük az összesítettet. Ezért 5 pontot kaptunk. Ugye, de az előző időmérők és a versenyek is, mert az elődöntő is kapunk pontot. Mégpedig 21 pont összesítve. Negyedik hely. Hogyha mi kapunk 3 pontot, az 24, akkor harmadikok lettünk volna összesítettbe. Jó, jó mentek az előttünk lévők is. Tehát előfordulhat olyan, hogy te megnyered a döntőt, de nem te gyűjtötted a legtöbb pontot, mert ott volt az elődöntő, Q1, Q2, Q3, Q4. Köszönöm, hogy itt voltatok, nézzétek élőbe a streamet. Most szombat-vasárnap Franciaországban még 2 versenyünk lesz, a dél-afrikai és a lettországi. Ha minden igaz, 2 hét múlva találkozunk. Sziasztok! 3, 2, 1.